Áthajtott egy kereszteződésen, majd az útról letérve villamos szekrénynek és távközlési doboznak ütközött egy Volkswagen személyautó a szombathelyi Sólyom és Mérleg utcák kereszteződésében. A gépkocsi árokfalnak ütközve állt meg. A környező utcákban áramszünetet okozott a baleset, és körülbelül 200 fogyasztói helyen megszakadt az internet, telefon és televízió szolgáltatás. A járművet vezető, friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalember ittas volt. Meglepetésünkre vállalta, hogy kamera előtt is elmondja ezt, hát ha más fiatalok tanulnak az ő hibájából. Ittasan vezettem, kicsit gyorsan hajtottam a keletinél, és nem tudtam időben megállni, így elkerültem a villanyoszlopot, így leszaladtam az útról, de egy elektromos dobozt kidöntöttem, és belecsapódtam az árokba. Ki telefonált a rendőrségnek? Én hívtam ki a rendőrséget, és a tűzoltók is kijöttek. Azt mondta, hogy ittasan vezetett, ez megbánta már így? Megbántam, persze, hogy megbántam. Friss jogsim van, nem gondoltam volna, hogy így járok, meg nem gondoltam volna, hogy három sört itt ihattam, nem tudtam, hogy most ekkora gondom lesz ebből. Másoknak is gondot okozott, hiszen 200 háztartásban nincs most televízió, internet, telefon. Mit üzenne a kortársainak, akik szintén ilyen nagyon fiatalok, friss jogosítvánnyal az ittas vezetéssel kapcsolatban? Hát azt üzenném, hogyha inni szeretnének, akkor az autót inkább hagyják otthon, vagy még véletlenül se üljönek autó valám mögé. Ne. Tehát ön a saját kárán ezt most megtanultam. Én ezt most megtanultam egy életre szerintem. Megsérült egyébként? Nem sérültem meg szerencsére, de autóba egy ideig valószínűleg, hogy nincs is. Nem akar autóval ülni. Nem most. Ja, az autója totál káros lett. Saját autó volt? Igen, saját. És akkor azt mondja, hogy most egy darabig nem ül be. Én azt mondom, hogy üljön be, viszont már... Nem merek. Kell egy kis idő, de utána üljön be, viszont azt gondolom, hogy ha még egyszer ittasan beülne, akkor az már azt jelezni, hogy ott agyban van valami komoly baj. Nem. Mondja azt nekem, hogy nem fog ezután már ittasan vezetni. Nem fogok ittasan. Ez biztos, ugye? Biztos. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta, és azért óriás szerencs, hogy másnak nem okozott személyi sérülést. Vagy kárt. A szomszédos kispipa étterem biztonsági kamerájának a felső sarkában látni lehet a még épp távközlési dobozt, magát a balesetet azonban nem, mivel az adatrögzítőhöz néhány másodperces eltéréssel érkezik a kép, a baleset miatt pedig azonnal elment az áram, és megszűnt az internet kapcsolat is. A Sólyom utcában lakók számára gondot okoznak a sebességkorlátozásra fittyet hányó járművezetők. Az az igazság, hogy belehajtanak, ezt a kanyart ugye nem mindenki tudja, és belehajtanak olyan gyorsan, nem egyszer volt, hogy ide berepült, nem egyszer volt, hogy berepült oda az udvarra. Ki van téve 30-as tábla, de nem vagyok benne biztos, hogy a 30-as táblára bárki is ránéz, mikor erre jár. Tehát abszolút, igen, jellemző, gyorsan. És ön mit tapasztal? Ugyanazt, nagyon nagy számban gyorshajtók vannak. Tehát ugye gyakorlatilag az utca kiképzése alapján is egyenes az utca. Tehát itt, ha beveszik a kanyart, egy egyenes szakaszba írnak be, senkit nem érdekel. És hiába van kitéve a középső Jávor utcánál is egy 30-as tábla ismételve, nem érdekli őket, viszont visszafele a Jávor utca sarkán kitörte egy kamion valamikor a villanyoszlopot, és leszabta a 30-as táblát, tehát gyakorlatilag onnét errefelé nincs 30-as tábla. Tehát gyakorlatilag probléma nélkül hajtatnak. Úgy néz ki, mintha arról lehetne jönni, igen, mondjuk 90-nel. Onnét lehet 50-nel. Jönni. 50-nel, de igen. Ritka. Ezt a konkrét balesetet ezt észlelték valamilyen módon? Hát csak, hogy elment az összes, tehát nincs internet, nincs villany, csak ez. De mondom, sokszor van, volt már ilyen többször, legalább 9-szer repült már itt el autó, ettől a kiskanyártól. És akkor ön a panzióból jött, igen, ugye? Igen. Kellemetlen is lehet, hogy se áram. Hát az éjjel 1 órakor szóltak be telefonon, hogy nincs áram. Kijöttünk, ugye ezt nem láttuk mi, ezt én most láttam csak. És akkor visszanyomtuk, az elvérelét ugye levágta rögtön. Tehát kellemetlen, persze. És kellemetlen. Akkor áramuk van, internet viszont nincs. Internet nincsen. Jó. Mit javasolnának itt lakóként, vagy itt tartózkodóként, mit lehetne csinálni ezzel az utcával? A 30-ast biztos, hogy be kellene tartani. Tehát amit az előbb mondtam, hogy megpróbálkozunk a
trafibox telepítéssel, tehát állítólag az önkormányzatnál a bizottság jóvá hagyta, tehát az első lépésünk megvan képviselőnk szerint, ugye Puc Attila képviselőit, ő már szélességgel vele van. Hát megpróbáljuk, ugye ez állítólag a kapitány úron múlik is, meg az önkormányzaton. Tehát meg az anyagiakon, nem? Meg az anyagiakon, ugye a... Hát viszont az anyagiakat behozná a telepítés. De, valószínű. Nagyon, nagyon, szerintem nagyon, nagyon. Uh-huh. Most viccesen szólva, hogy csapágyasra vágnák a trafiboxot itt. Nagyon sokszor, amikor beszámolunk ilyen trafiboxról vagy egyébről, akkor jönnek azok, akik azt mondják, hogy teljesen felesleges, csak pénzbehajtás. Ön itt élőként azt mondja, hogy ez csak pénzbehajtás, hogyha van egy trafibox? Nem. Megmondom, nekem 6 autónak vitték el a tükörjét. Szűk ugye az utcán. Tehát ez az utca nem alkalmas ekkora forgalomra. Ugye nem beszélve arról, hogy amint látszik, ki van téve, hogy kivéve áruszállítást teherautóval behajtani tilos, nem számít. Átmenő forgalom van akkor. Átmenő, kamion, betonkeverő, bármiféle. Ugye rövidítő út ez. Tehát ugye itt össze, ide el tudnak jönni, ide a Mérleg utcába, ugye rengeteg vállalkozással. Akkor lerövidítik a Zanati út felől az utat. Tehát ez egy ilyen szökőút. Tényleg nem akarjuk még megszüntetni itt a forgalmat, tehát az embereknek menni kell, meg azt is tudjuk, hogy mindig több az autó, meg azt is tudjuk, hogy mi jöttünk ide lakni. Csak egy kicsit vegyenek vissza, kicsit, akkor nem lenne ilyen dolog. Itt ki van világítva, itt vannak a lámpák, tehát látni kellett itt a kanyart, akkor ez nem 40-nel jött, meg nem 30-al jött, ugye? Nem tudom mennyivel, ő tudja. Biztos jelzi a órája neki, hogy ő hányan repült ide bele.